Sziasztok, Hegyre! Sziasztok, szinkronban. Én József 12, ez vagyok, és a mai streamben így lesz velem. Nandi Fighter. És Apa Fighter. És Apa Fighter. Sziasztok, Hegyre, ez itt a Bárfai Hasznosztunk következő adása. És ez a 245. De szépen. Igen, és most a Lead program. Egy lead titkosítót csinálunk, ugye? Ez a csomagkira van. Ugye olyan programról, amit nem futal, nem beszélünk, hogy kezdjük azzal, hogy ez a program akkor a leg... Ezt a C programot nem mi írjuk, hanem a Lexer írja. Mi azt mondjuk, hogy a Flex, Linuxot, a Flexet használjuk, Lex a neve. Azt mondja, hogy akkor a Linux outputja legyen ez a... L33.C, tehát a C ugye a kimenete lesz a Lexnek, és bemenete lesz akkor az L33 Lexer file, ez az L. Ez megcsinálta a C forrást, ezt a C forrást lefordítom, tehát a C-t lefordítom, minusz outputot teszem az L33-ba, szóval a késélyt írom. És ugye, de mivel a Flexet használom, azért a Library Flexet ugye használom hozzá. Na és akkor a futtatom, hogy L3, akkor ugye valamit kell látni, hogy beírom mondjuk neki, hogy Bárfai Hubsort Stream, és ugye ez csak egy ilyen betűnkénti titkosítást csinál, láthatjátok, hogy az A betűnél jól lehet látni, hogy az A betű helyett, vagy A betű helyett 4-et tett be, a O helyett 0-át. Lényeg, hogy itt a Wikipedia lapot be is linkeltem, ugye, hogy itt a wiki lapon van megadva, hogy az A betű helyett ugye ezeket javasol, hogy ezeket tegyük be. A B betű helyett ugye ezeket javasol, hogy ezeket tegyük be. Jó, és akkor ezt kell nekünk megvalósítani. Na de akkor nézzük a forrást, és akkor nem tudom, hogy ma meddig hajadunk el vele. Vagy először gyorsan elmondjam, hogy nagyon alapba ti, mert akkor részletesebben? Aha. Mert ami tudásotok van, szerintem ebből így még nem találkozhatok vele, de sok mindent ismertek belőle. Tehát az, hogy... Hát, de a lead-et még ilyen, ez elég ijesztően néz ki, de sokkal egyszerűbb, mint amit csináltunk, ugye a real number, most csináltuk ilyen lead, ilyen Excel. Ez kicsit csúnyában néz ki. Na, de akkor gyorsan adom, hogy működik a program. Ugye akkor, ahogy látjátok, egy olyan struktúrát találtunk ki, hogy csináljuk meg ezt a, tehát úgy csináljuk meg, hogy veszünk egy betűt, és megadjuk, hogy annak a betűnek fix darab 4-et veszek ki ezekből mindig, jó? Tehát minden betűhöz 4 darabot fogok kivenni, és erre akkor csináltam egy típust, egy struktúrát, ez a struct cipher. Ez szemben néz ki, mint amilyen. Hát ez most a syntax highlight, én már a szövegszerkesztő. Lényeg, hogy akkor ebbe a cipherben van akkor egy betű, ugye, egy char C. De akkor... Ami majd mondjuk ilyennel lesz feltöltve, A, B, C, D. B-nél a elsője az a B. Ugyanaz. Ez nem az. Jaj, írjuk át másra. Aha, szerintem. Na, Andikám, majd fogod és átírod. Jó? Oké. Okay. Oké. De most mondod, mire írjuk át, átírhatjuk tőle. Hát, mondjuk el... Melyikre? Hát, ott a... E. Na, hát írd át, akkor nekem mondod. Ez a vonal, az mi? L, ez a vonal. Az nem, az a pályap, az a vonal. Jó, az a függőleges vonal, az itt van. Nem, az hat lesz. Egyszerűen. Hat. Na de ugye a program úgy működik majd, hogy gyorsan mondom még, hogy tehát itt megadom akkor ezeket az összes betűhöz. Ugye, tehát a lényeg, hogy megcsinálom ezt a cyphert, ugye ez a struktúra. Ugye nyitó zárójele, itt van a bezárója. És ebből ugye csinálok ilyen néven egy tömböt. Ugye, ebben a struktúrából, de nem mondom, hogy hány elemmel fogom feltölteni, és akkor itt van, hogy akkor ennek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de ott egy üres sorra számoltam, ugye? Azt majd kivonom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na most akkor megzavartál, Andikám, hogy milyen 36 a szóval? 36. Ja, az a tippem. ABC száma meg van, hát én nem vagyok ilyen okos, én megszámolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 26. És akkor még 10 számít, tehát akkor az 36. Ugye, mert meg látszik, mert 10 darab számít. Tipp, tökéletes. 36, oké, és oké.
Tehát akkor nyilván itt, akkor ez tulajdonképpen itt ugye a fordító majd kiszámolja, hogy ez 36 elemű lesz, ugye? És akkor itt van, itt adom meg a kezdő értékeit, az inicializálás, hogy itt lesz. Ugye jön akkor a, ez volt ugye a szabályok rész, az első dupla századik előtt rész, ugye a leaf-nek a, vagy a lexnek a szabályok része. Szabályok már a félre beszélek, definíció, definíció. Apa, ez és itt is a C programban. Nulla. Hát már a nullának, ugye a nullának, hát azt mondja, hogy O betű, D betű vagy space. Írjuk át akkor space-re. De megnézd, az hát ének mert, a Z, az is jönnek. De ez benne a trükk, hogy néha helyettesíti, néha nem helyettesíti. W. De néha helyettesíti, néha nem helyettesíti, ebben is a logika. De rengetegnek ugyanaz az eleje. És így már nem annyira titkosítás. De nem is az a titkosítás, tehát, hogy mondjam, ez az én, vagy mondjam, már Július Cézár óta ez nem probléma, mert az ilyen titkosítókat egy pillanat alatt föl lehet törni, tehát hát ha mindig mechanikusan egy betűhelyet egy másik betűt teszel be, itt azért van ez a kis random belevéve, tudod, mert ha mechanikusan helyettesítesz, akkor nagyon könnyű, tehát ezt nem is azért csináljuk, ez egy ilyen kulturális szokás igazából ez a lead. Tehát már most megnézed, akkor néhány embernek a login nevében látsz ilyeneket, meg a, van ilyen Lego, emlékszek, az a Bionicle sorodnak is volt, amikor így nevezték el. Tehát ez mondom én, ez, erre úgy tekintek, mint ami kulturális elemre, és nem használjuk ezt titkosításra igazából. Na de akkor, amit ma el kéne kezdeni, ezt a struktúra tömböt kéne jobban megnézni, hogy akkor, mert akkor mindenki látja, hogy itt ugye C-típusú karakterláncokat teszek, ugye stringeket idézőek kell. Ugye azt jelenti, hogy a memóriába be fog kerülni a 4-es char, meg utána még egy char, ugye a nulla kóddal, ugye a per nullával. Vagy itt mondjuk mit tudom, bekerül a D betű helyett egy vonal, ugye a pipe, meg a bezáró zárójel. Ez két csar, meg utána még egy, a harmadik csaron pedig a per nulla kódú karakter lesz, ugye? Tehát ezt kell lerajzolni, hogy akkor ez a cipher úgy néz ki, hogy van benne ugye akkor egy betű, meg van egy négy darab csar csillagú álló tömb. Okay. Ezt akkor már szerintem az előbb lerajzolta mindenki? Nekem még nem lesz kész. Na mutassuk meg akkor a rajzokat, hagylásra. Na, ez jó, mert ugye ott van, hogy akkor a... De mi az, hogy cipher ott előtte? Hát, nem az a neve. De a cipher az egész struktúrának a neve? Igen. De a csar csillagok mutatnak valahol a tárba, az úgy rendben van. Oké, és oké. A streamre nem mutatjuk be? Nem. Hú, ezek elég kacskaringos pointerek, vagy hát, ennek. Ezek aztán, a standardnak. Aha. A végén nem tudtam kinézni. Nekem nem lesz kész. Nem vicceled, neked van deduktív. Majd védelem meg volt a definíció is. Na, de akkor amit akarok mutatni, figyelzzetek, hogy ja, és akkor a, de tudom még egyszer, hogy működik akkor a program, tehát megmutat akkor a definíciók, második blokkba jönnek ugye a szabályok, mi a szabály, itt lehet, hogy rém egyszerű, a ponthoz ezt a blokkot rögzít, tehát ha egy pont jön, akkor végrehajtja ezt a blokkot, a pont ugye mit jelent, hogyha itt indítom a programot, ugye az A betű, ugye ez egy, a pont azt jelenti, hogy bármit, amit lenyomok, bármilyen betű. Kivéve az új sort, ugye Enter nyomhatom, semmit nem csinál. De ha betűt nyomok, ugye... Hát nézzük, hogy felismeri, hogyan. Hát ugye minden betűt fog helyettesíteni. De valami. Nagyjából nézd meg, nagyjából majdnem ugyanaz. Na mert miért? Mert nézem a KDR-t mondjuk. Ugyanaz az eleje. Ugye a KDR-nél, látod a K-nál, az első a K. Igen. A D-nél első a D. Azt kéne írni. És itt a K-nál, azt mondja, hogy a K-nál, ugye ott sok mindent meg lehet adni, majd fogod magad és átírod, jó? De most a lényeg az szólt, hogy a program vezérlése, hogy mert itt azt csináltam, hogy akkor itt van egy for ciklus, ami elmegy ugye eddig az L33700-ig. Na milyen az L33700? De látjuk, hogy az itt van. Itt van egy define, egy konstans. C++ nem nagyon szeretem, de itt ugye ez még belefér. És azt mondja, hogy megnézzük ennek az L337 tömbnek, mert ugye ez egy tömb, ugye ennek a struktúrának a tömbje, ugye ezekből a ilyen struktúra az elemei, ugye? Ezek a cipherök. Tehát a típusa ugye, tehát láthatok, hogy tehát egy struktúra tömb. És akkor, hogy hány darab a tömbnek hány eleme van, ugye azt előbb megbeszéltük, hogy 36 van, ugye nem írtuk ki, mert a fordító majd megszámolja itt az inicializálásból, hogy hány darab ilyen sorral töltjük föl.
És akkor itt van benne az, ha az ábrátokon szépen látszik, hogy van akkor egy egyszeres apostrofa költ, ugye egy ilyen karakterliterál, jó, tehát egy betű, ugye, meg utána van meg a, az a négy string, amivel helyettesítjük a betűt. Mert ugye az már nem egy betű, hanem valamelyiknél két betű, valamelyiknél itt, itt látod, hogy három betű, ugye a H betűnek ez a helyettesítője. Igen. Ugye két meg ott is meg. Csak le van védve. Na és akkor lényeg, hogy akkor az a, ugye akkor ez a, megnézi, hogy ennek az egész, amikor feltölti, az hány bájtos, jó, mekkora méret a size of all, és az leosztja ugye a egy darab ilyen tételnek a méretével, ugye, tehát ez a cypher struktúrával leosztja. És akkor azt az érdekeset akarom nektek itt vázolni, hogy ugye, és akkor még a program úgy működik, akkor megy itt a for ciklussal, ugye nyilván itt átteszi kisbetűre, az YY text ugye az, amire a pontot rábírja tenni, az a betű most, ugye, csak be van téve egy ilyen változóba, és megnézi, hogy egyenlő-e, ugye itt van a tömb, a tömbnek az i-edik sor eleme, ugye, és annak a pont C része. A pont C része mit jelent? Ugye, hogy látjuk, ennek van egy lead nevű része, ugye ez, meg van egy C nevű része, ugye? Ponton hivatkozok. Hát a lead mind nyelv, de itt most van egy ilyen kimondott lead nevű, tehát a cypher struktúrában levő négy darab csarcsillagot tartom, hogy tömnek a neve, az a lead, ugye? Igen. Na oké, oké. És akkor erre úgy hivatkozok nyilván, hogyha megvan a... Tehát, hogy pont tudok hivatkozni, hogy most a C-ről akarok beszélni, vagy a lead-ről akarok beszélni. Na de a lényeg, hogyha... Tehát nézem itt akkor a... Az íve végig megyek a sorokon. Milyen sorok van? Ugye szó szerint ezeken a sorokon megyek végig, nem így van? Tehát fogom ezt a sor, ez az első sor, második sor, ugye a tömnek a sorai megyek végig. És nézem a pont C részét, ugye ami a betű, és tehát itt keresem akkor a betűt, ugye? Igen. Ha itt lenyomok mondjuk egy, mit tudom, egy X-et, ugye? Akkor most a program ott tart a vezérlés, hogy a pont helyét olvasott egy pontot, ugye? Ami bármelyik betűre így veszedik, csak az most újsorra nem. Az most az X lesz, akkor abban az Y textben, és nézi, hogy egyenlő-e a... Ugye ez a... Mert ugye ott az egy, ott megcsillagozom, hogy az a C, ugye, ami most a... Elsősorban az A, B, C, D, az A, B, C betűt veszünk sorra, és az X-nél ugye ez teljesülni fog, akkor ugye itt random számot generál, és látjuk, hogy nullától, mit tudom én, kb. 100-ig, ezt majd külön megnézzük, de nagy valószínűséggel ugye, hogyha 91-nél kisebb, tehát az azt jelenti, hogy 100-ból körülbelül 90 darabszor, ugye az elsőt fogja választani, honnan látom, mert itt akkor most hivatkozok annak a sornak a lead részére, a lead ugye az a csarcsillag tömbölt, és annak a nulladik elemét akarom kivenni. 91-nél, ha nem kisebb, akkor nagyobb egyenlő, az 92, 3, 4, de még kisebb, mint 5, az 3 esetben akkor ugye az elsőt fogja kivenni. Aztán 95-nél a nagyobb egyenlő, az 95, 6, 7, másik 3-nál ugye akkor ez a feltétel fog teljesen, az elzik, és különben pedig ugye, amikor már azt jelenti, hogy akkor nem kisebb, hanem 98, 99, akkor meg 100, de akkor meg az utolsó. A harmadik fog teljesen. És ha megtalálta, akkor kiír, akkor found egy, és ha itt azt mondja, hogy nem találta meg, akkor kiíratja azt a beolvasott betűt, ugye, mint C. Tehát mit tudom én, most biztos nem csináltuk meg a nadára, és azt visszavezett a nadját, ugye? Bár az a messzire vezet, mert az már most más egy kicsit, de tehát nem, ez nem biztos, hogy jó példa volt, mert messzire vezetünk ezzel, de a lényeg, hogy jön akkor a harmadik része ugye ennek a Lexernek, itt ez megint ugye forráskód. Itt inicializálom a random számára, úgy ezt már megbeszéljük, holnap folytatjuk. Itt indítom a parszolást, a lexikális elemzést, jó? És akkor itt akkor kezd el futni ez a pontos szabályok, a szabályok illesztését. A standard input olvassa a véges automata, amit a Lex legenerált nekünk, ugye, mert ő megírta a C programot. És akkor, de a lényeg most az érdekel engem, hogy a C részhez még beírnám azt, hogy mondjuk kiíratom azt, hogy size of, és ezen szerintem le fogtok hidalni, meg fogtok lepődni. Beírom azt, hogy size of mondjuk a típus ugye a struct cipher, ugye kiíratom, akkor itt mindenki azt várja, hogy azt fogja szépen kiírni, ugye, hogy a mérete ugye ennek 1 byte, ugye mi rendszerünk a pointer 8 byte, 4x8 akkor mennyi? 36. Akkor a mennyi hely kell ennek az egésznek? Ó, 32, nem 36. 33. 33, ugye? Akkor mindenkinek? Tehát a 8 bájtos pointer nézem az 32, ugye? Meg az 1 bájt, az 33, ugye? Tehát akkor itt azt várjuk, hogy 33-as fog kiírni, ugye? A size of-val. De akkor mondjuk már neki azt, hogy printf-fel ugye kiírattuk,
Nem, igen, te vagy ennek a nagy tudor. Hogy kell kiíratni a előjel nélkül, nem tudom milyen egész ez a százok? Hát, te szoktál mindig mondani, hogy ellu vagy UL, vagy hogy szoktam ezt kiírni? Ellu. Ellu, UL? Igen. Így akkor jó ezt szerinted? Na oké, akkor kiíratjuk ezt, hogy akkor annak a méretét. Mit írassunk még ki? Semmi mást. Mondjuk itt, hogy ezt is lássuk, írassuk meg ezt is, hogy akkor ezeket úgy dobjuk már be, jó? Hogy, mert itt látjuk, hogy akkor hány elem van, mert ugye kiszámoltuk, hogy 36 elemnek kell lenni, hogy ez stimmel-e, jó? Tehát nézzük meg, hogy akkor ugyanúgy kiíratjuk azt, hogy... Printf fel, akkor kiíratom ezt mondjuk, jó? Meg kiíratom azt, hogy... Ja, azt meg kiíratom a Cypher-t, mondjuk akkor, hogy elegánsabb legyen, ugye ez a töm neve, nem így van? És akkor írassuk már ki mondjuk a tömnek a nulladik elemét. Oké? Okay. Hú, okay. Magyar bilincset, ugye? Igen. Megtaláltam annak a nulladik elemét. Meg hogy tudni biztosak legyünk, ugye, hogy lássuk, akkor ugye miből épül fel ez a struct cipher? Ugye felépül egy charból, nem így van? Írassuk ki a char méretét bájtokban, ugye az nyilván egy lesz, mert a charból méri. Meg ugye csar csillag volt, ugye? Mert ugye mi most 8-al számoltunk, de azért a biztonságedre írassuk már ki. Oké, Zsopi, akkor így? Hú, basszus, valamit nem stimmel, felejtettem pontosan az a nevére, ugye? Szóltak. Mert betördeltem és elszállt. De azért most miért van ennyire beljebb? Ez normális így szerintem? Nem álltatok még be itt a forráskód formázót? Nézd, az mi? Ja, mert valószínűleg amit nem elszámoltunk, nem? Ja, persze, hogy hiányzik még egy zárója, szóljatok. Na így most áll, oké, ugye? Na és akkor ezt lelövöm, és akkor azt mondja, hogy ugye most megint a pont elfájt módosítottuk, ugye? Ezért legenerálom újra a C forrást. Hú, itt aztán be van a probléma. Na, orrondottuk el, mit írtunk be szerintetek? Azt mondja, hogy 35-es sorában nézzük már. Nincs is 31 sor, azt mondja, hogy van. Na, de oda semmit nem írtunk be. Hú, ez nagyon elszállt a nézze. Jaj, szerintem ez, ahogy most betördeltük a forráskód, a forráskód formattálóban, és szerintem az fejreállította ezt. Ez nagyon nem szereti. Lána el is romlott a syntax highlightingot a lesznek. Na szóltok, hogy legközelebb ne formázzam így át a forrást. Ó, még mindig van valami gond. Valami. Igen, ezt is elbénálsz-e szerintem, mert ugye itt úgy vagyok, hogy egy tabulátorral kezdjük be, ugye? Na próbáljuk, ez warning, de attól nem. Na most már warning. Na ez nagyon élő adás, és sikerült tényleg. Na szóval legeneráltuk a C forrást, ugye? Azt tudásztuk el, hogy beformáztuk a C-nek megfelelő formatálási szabályokkal a forrást, mert én is ugye elfelejtem, a végén néztem a C forrást, de bénán néz ki, formázzuk át, és közben nem jöttem, ez egy L-file, ezt ne formázzuk be a C-nek megfelelően. Na, a lényeg, hogy most megcsinálta, és akkor keressünk rá a GCC-s parancsra. Ugye akkor lefordult, pont per L33. Aj, srácok, ti sokkal ugyanosabb, milyen szózatok ezért nem lesz jó. Ugye most összeírt az összes számot egy sorba. Gyorsan bedobok egy per N-t a végére, jó? Oké? Okay. Aha. Jó írom? Aha. Miért ilyen programozat? Na szóval megint módosítottam a L-fájt, ugye akkor újra generálom a C forrást, lefordítom a C programot. Akkor vártam még egyre. Futatom, és akkor nézzük, hogy akkor ugye stimmel, hogy a char méretének egyet vártunk. Char csillónak 8-at vártunk, ugye? Hoppá. De 4x8=32, és a cipher struktúrának azt mondja, hogy 40. Van egy ötletem. Hát, hogy ezek itt 8 bájtosak, és akkor nem pótolja ki. Na, nekem zseniális gondolat, így van, ti ez a pont, ugye? Mert azt várjuk, hogy vagy szóhatárra, vagy itt most úgy látszik, hogy a 8-ra csinálja, tehát mégis azzal állunk szembe akkor, hogy mikor mi a struktúrába sorba elkezdjük definiálni ezeket,
Ugye, tehát értek, hogy az van, hogy nekünk nézd meg a struktúránkat. Ugye az van, hogy van egy cipher, itt a cipher struktúra úgy néz ki, hogy akkor van egy 1 bájtos cég, ugye? Utána meg van egy 36 bájtos. 4 darab 8 bájtos, az ugye, az 4x8. Hát 32. 32 bájtos rész. De valószínű, hogy az 1 bájtot felnyomja 8 bájtra, ugye? Ilyen paddinggel kiegészíti, és úgy lesz akkor 40 bájt, és akkor így fog stimmelni. Aha. Na, de ezt, azt hittem, hogy le fogunk padlózni. De akkor hogy teljesen világos, hogy akkor 40. És akkor még azt kéne megnézni, de hogy akkor a... 33 meg 8 az 41. Hogy? 32. Na de itt mondom, nézek, hogy de az az, hogy... Na de így lenne, nézek, hogy 4x8 az 32, plusz 1 bájt az 33. De, az de az ő még az 1 bájtot kipótolja még... 8-at, tehát az 1-ből 8 lesz. Hát 7-tel, mert egy megvan a csar miatt. Hát még mintha 7 üres ilyen paddinget betenne, ilyen, azt kitölti üresre. Tehát én, itt van 8 bájtosból 4 darab, és azt az sima 1 bájtos, hogy feltölti 7 bájtal mondjuk, és mégis ezzel látok szemben. De egyébként a GCC-nek azt is meg tudnánk mondani, itt egy attribútum, hogy betennek, és azt is tudnánk jelezni, hogy ne csinálja ezt, tehát tudnánk úgy csomagolni, hogy tényleg pont 32-es lehet, de adjunk valamit holnapi adásra is, jó? Jó. Na, ezt túl gyorsan vettétek, azt hittem ez le fog fordulni. Azt hittem ezen agyalni fogunk itt egy csomó ideig, hogy ez mély van, de gyorsan megoldottuk. Na, akkor ezt kitöröltem, jó? Belül akkor marad az eredeti forrás, szerintem már akkor én beszéltem, és voltak ott ti beszéltek nagyobban. Sziasztok, hekkerek! Sziasztok!